Sziasztok, üdvözöllek benneteket a West End City Center YouTube csatornáján. Ma a nyári sminktendekről fogunk beszélni. Németh Bianka vagyok, én leszek ma a sminkes. Nyáron nagyon sok káros hatás éri a bőrünket, ilyen többek között az UV-sugárzás, a klóros víz vagy a sós víz. Ezért nem árt kívülről is megtámogatnunk egy kis plusz C-vitaminnal, ilyen például a Body Shop legújabb terméke, amit csak egyszerűen ráfújunk a bőrünkre. Nagyon fontos még nyáron odafigyelni a folyadékbevitelre is, ezért olyan krémeket hoztak létre, például az Yves Rocher, amivel plusz folyadékot vihetünk be kívülről is, illetve belülről is fontos, hogy legalább 3 liter vizet fogyasszunk. Fontos továbbá, hogy engedjük el nyáron az izzasztó, fullasztó bőrünknek a fagyú termelését növelő alapozókat. Bőven elég egy BB vagy CC krém, ezzel fogok most bemutatni 3 sminket. Egyet, ami hétköznapra is tökéletes, ezt fogom tovább építeni úgy, hogy egy kicsit bevállalósabbaknak, és egyet, ami estére vagy valamilyen alkalomra illő. Első lépésben egy nagyon tartós korrektort fogok felvinni a szem alatti karikákra és az arca különböző pontjaira. Egy ecset, korrektorecset segítségével. Egyébként otthon célszerű ezt szimplán kézzel fölvinni. Fontos, hogy időt szálljunk rá, hogy a korrektort alaposan eldolgozzuk, mert később a BB krémmel egybe fogjuk dolgozni az egészet. És akkor második lépésben egy BB krémet használunk, ami fényvédelemmel ellátott. Ezt sokkal ajánlatosabb, mint mondjuk egy nehéz alapozót, mint az előbb is említettem. Aztán ezt fogjuk és összedolgozzuk az előbb felvitt korrektorral. Most, hogy az alapot elkészítettük, jöhet az első számú trend, amit megmutatok. Ennek az a neve, hogy glowing vagy strobing, ami azt jelenti, hogy az arc különböző pontjaira helyezzük a highlightot, tehát fényesebbé varázsoljuk, ezzel kiemelve a részeket, ahelyett, hogy erősen lekontúroznánk. Az első és legfontosabb az arc csont, mert szépen kiemeli, ahelyett, hogy vastagon le kellene kontúrozni. A második ilyen hely az orrnyereg, amit optikailag vékonyít egy kis highlight, csak nagyon vékonyan kell felvinni, és megpróbáljuk meg pontosan középre. A következő a felső ajak fölé, mert ez megduzzasztja az arcokat, és egy nagyon pici jöhet a száj alá. Végül pedig, hogy kinyissuk a tekintetet a belső szemzőbe. Második lépésben felviszünk egy kis pirosítót a highlightolt rész alá, majd utána jöhet a szemsmink. A szemére egy vízálló szemhéj festék helyetti tulajdonképpen ceruzát teszek föl, amit nagyon szépen el lehet dolgozni, és nagyon tartós, és igazából csak fényt ad a mozgó szemhéjnak. És utolsó lépésként, hogy megkoronázzuk egy kis szempillaspirált. A második sminknél, aki kicsit bevállalósabb, az feldobhatja egy élénk színű szájjal. Most ezen a nyáron nagyon divatosak a matra száradó rúzsok, arra kell csak nagyon figyelni, hogy nagyon körültekintően kell felvinni, ezért érdemes előtte egy ceruzával megrajzolni a szájkörvonalát. A harmadik sminket pedig estére ajánlom, mikor erre már csak ráhúzunk 2 extra tusvonalat, az egyiket klasszikus feketével, vízállóban, nyáron, éjszaka a buliban is fennmaradjon, a másikat pedig egy extra színnel, mivel hogy nyár van, ilyenkor sokkal jobban szeretünk színeket használni, illetve hogyha kivágott fölsőbe megyünk, akkor a kulcsrontot is ki fogjuk emelni egy kis fénnyel. És hogyha kivágott felsőben megyünk a buliba, akkor otthon egyszerűen előre húzzuk a vállunkat, akkor láthatóvá válik a kulcson,
amit valamilyen fényes anyaggal, akár highlighterrel, én most egy fényes szemhéjfestéket fogok használni, ki tudunk emelni. Egyszerűen csak a felső ívét be kell kenni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, remélem találtatok hasznos sminktippeket, ne felejtsétek, mindegyiket könnyedén el tudjátok készíteni otthon egy kis odafigyeléssel, és minden terméket megtaláltok a Western City Centerben.